A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az elmúlt héten is folytatta a segélycsomagok kiosztását. Eddig több mint 360 tagcsalád vehette át ezeket a csomagokat. Az egyesület tovább folytatja az itthon maradt nagycsaládosok támogatását. A héten vetőmagokat kapnak azok, akik igénylik azt. Mi megkérdettük még múlt héten, minden évben megkérdettük, és több mint 300 család már jelentkezett, hogy elvinni, és még ezen a héten lehet jelentkezni a tagcsaládjainknak nagyon örülünk neki, hiszen ez egy olyan program, ami, ami gyakorlatilag a jövőről szól. Hogy bizakodunk abba, hogyha valamit előtetünk, akkor tudjuk, hogy tavasz, vagyis tavasz ősszel vagy nyáron ugye megterem. Már nem is beszél, hogy ebben a nehéz helyzetbe, ezt gondolom, hogy kevesebb híreket kell olvasni, és többet kint lenne egy kicsit a szabadba, a konyhakertbe. És ez egy olyan program, ami segíti is a családokat, hiszen itt tudjuk nagyon jó, hogy az árak elmentek sajnos, és arról nem is beszél, hogy mennyire mindenféle, nem tudjuk, hogy mit veszünk a piacon vagy a boltokban, hát itt pontosan tudjuk, hiszen aki előteti, az felnevelés, akkor azt meg is eszi ezt a zöldséget. Mi non-stop nyitva vagyunk, tehát munkaidőben a családos iroda itt Beregszázba, de én az a tapasztalatunk, hogy nagyon hamar elviszik, hiszen most lehet ültetni, tehát most vetni, tehát hogy most van ez az időszak, mikor, mikor ezzel foglalkozni kell, úgyhogy mi attól nem félünk, hogy én azt gondolom ezen a héten, max. héten el fogják vinni a családok is elvetik. Az első napon már több tucatnyian vették fel a csomagokat, azok, akik itthon maradtak a nehéz helyzet ellenére is. Hát Isten kezében vagyunk egyértelmű, és csak benne reménykedhetünk. De azt gondolom, ha tétlenül ülünk, és csak aggodalmaskodunk, félünk, akkor ezzel nem teszünk jót sem önmagunknak, sem a gyermekeinknek, hiszen mindannyian nagy családosok vagyunk, és át kell adni ezt a hozzáállást is, hogy ne tétlenkedve várjuk, hogy mi lesz velünk, mi történik itt a hazánkban, hanem igenis tenni kell, tevékenykednünk kell a jobb jövőért, és, és ennek érdekében tényleg itt van a lehetőség rá. Itt a tavasz közeledik, és nagy reményekkel várjuk azt, hogy, hogy kertészkedhessünk. Hisz, hisz ebben van a jövőnk. A nagycsaládosok a hét során juthatnak hozzá a különféle vetőmagokat tartalmazó csomagokhoz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Berexszálsz irodájában.